Ez a gépkocsi nem indulhat útnak ilyen hóréteggel, de erre az autóra is ráfér még egy kis takarítás, így ugyanis még nem vezethető biztonságosan. Télen nem csak a gépjármű lámpatestjeinek tisztasága és az izzók megfelelő minősége fontos a láthatóság szempontjából, egy komolyabb hóréteg is veszélyes lehet, ha az autó tetején marad. Akkor válik ez veszélyes, amikor már megcsúszik ez a hótömeg, és a szélvédőre csúszva szintén akadályozza a gépjárművezetőt a kilátásban. Hátrafele a menetszél porhót fog vinni, majd a napközben, hogyha ez megfagy a teteje, és utána egy fékezés vagy egy gyorstás következtében ez lekerül a tetőről, vagy kamionponyvájáról, akkor ezek a jégdarabok, ezek a kemény jégdarabok már viszont balesetet is okozhatnak, betörhetik a szélvédőt, arra kényszeríthetik a többi közlekedőt, hogy elrántsák a kormányt, illetőleg, ami kevésbé ismert, de gyalogosnak is sérülést okozhatunk azzal, hogyha egy ilyen borotva éles jégdarab a gyalogátkelőhely előtt fékezve a gyalogosra fog zuhanni. A szakember éppen a refraktométert használja, ezzel lehet a folyadék tulajdonságait mérni, például az ablakmosó vagy a hűtő folyadék fagyáspontját. Mielőtt beköszöntenek a rendszeres mínuszfokok, érdemes ezeket is ellenőrizni és fagyálló folyadékokat használni, hogy megóvjuk a gépjárművet. A látni és látszani kampányban emellett számos dolgot ellenőriz a rendőrség. A gépjárműveken nyilvánvalóan, amikor megközelítenek minket és felkapcsolt világítással, az, hogy ezek működnek-e, amelyben valamelyik világító berendezés nem működik, vagy nem úgy működik, akkor azt mindenképpen idézőjelben szóvá fogjuk tenni, szólunk a gépjármű vezetőjének, amennyiben tudja, akkor saját kezüleg, amennyiben pedig ugye néhány típusnál ez nem lehetséges, úgy szakszervízben ezt javítassa meg, hiszen közös érdekünk az, hogy biztonságosan közlekedjünk. A szakember azt is hozzátette, fontos a szélvédőket teljesen hó- és jégmentesíteni. Ezt a járómotorú autó fűtése körülbelül 5 perc alatt megteszi. A hidegben egyébként is azt tanácsolják a szakemberek, mind a dízeles, mind a benzines autókat érdemes járatni pár percig indulás előtt, hogy hosszú távon megóvjuk a gépjármű motorját.